A rendezvény dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, korábbi földművelésügyi miniszter nyitotta meg, és köszöntötte a megjelent kerteseket. Örülök annak, hogy ilyen sokan nem hagyták abba a kertészkedést az idei nyár következtében, mert azt hiszem, én legalábbis, akinek már 3 éves koromban is volt kertje, nem túlzás, ha azt mondom, hogy ez a legnehezebb nyár volt a kertészkedés, de egyáltalán a növénytermesztés szempontjából. Hősies küzdelem volt megtartani a növényeket, és abból még, hogy termés is legyen, meg még szép termés is legyen, meg még a legszebb termés és legszebb konyhakert is legyen. Hát az bizony, azt hiszem, hogy mindenképpen elismerésre méltó, és mindenkinek a legjobb tudását igénybe vette. Hiszen 100 év óta nem volt ilyen szárazság Magyarországon, és az, hogy itt hónapokig nem esett eső, vagy alig esett eső, azokat a vízigényes kultúrákat, amikkel mi foglalkozunk, a kertészek általában ilyenekkel foglalkoznak, hát nagyon próbára tette, sőt, van, amit gyakorlatilag nem is termett az idén, meg is semmisült. Tehát a szántóföldön se volt könnyű, a szántóföldi növénytermesztésben, de a kertekben, a konyhakertekben pedig igazán nehéz volt. Tehát szívvel, lélekkel és igazi elkötelezettséggel, meg sok-sok munkával lehetett valamit elérni. Én csak így zárójelben mondom, mint akinek egészen kis kertje van, bár az időkeretem is egészen kicsi, amit arra rá tudok fordítani, hogy a hónapos setket nem lehetett megismerni, a paprika az nem nőtt meg, és a paradicsom, ami teremhetett volna, az pedig a seregély megette zölden. Akkor a gyümölcsökről még nem is mesélek, mert látszott az, hogy a szélvát a kökényből nem esítették, mert akkor áttermett az idén körülbelül. A megynek pedig csak a magja pirosodott meg, de hát ilyen már volt máskor is. De az, hogy életerős nagyfák száradjanak ki, nem egy konyhakerti, zártkerti környezetben, amik eddig 30-40 éven keresztül bírták az időjárást, az azért tényleg elgondolkoztató. Igaz, voltak nagyobb aszályok is, 1863-ban egy évig nem esett eső, és a berettyó például kiszáradt, meg a sárét, mocsár világa se volt akkor, egyáltalán nem létezett, de rajtunk nem segít az, hogy régen voltak komolyabb természeti csapások, mint most, éppen elég volt ez nekünk is. Tehát ilyen körülmények között, ilyen szép dolgokat termelni szerintem minden elismerést megérdemel, és szívből gratulálok hozzá, és érdeklődéssel várom én is a díjazást, érdeklődéssel várom, hogy hogy lehetett ebben a nehéz időben is helytállni és sikeresen termelni. Ezután Sári Kovács Szilvia alpolgármester, programigazgató értékelte a Legszebb Konyhakertek Magyarország Legszebb Konyhakertjei országos program idei, illetve karcagi tapasztalatait, észrevételeit. Az a 2022-es év soha nem látott aszályt hozott számunkra. Régebbi emberek emlékeznek, hogy 1963-ban volt hasonló szárazság, de talán ez még azt is felülmúlta. Új kihívások és új megoldások kellenek, ezt mindenki látja a kertművelésében. Hektikus volt az év, hiszen a visszaérkező adatokból néha azt látjuk, hogy a paradicsom volt a legjobb termés, néha pedig azt látjuk, hogy a paradicsomból nem lett semmi. Ez tulajdonképpen mindenre elmondható. Egyedül szegény petrezselyem volt az, a zöldség, amelyik mindig leszerepelt mindenhol. Úgy gondolom, hogy ennek a megtermelése továbbra is nagy nehézséget jelent. Igen, a gyümölcsök viselték meg legjobban az aszályt, hiszen a szilva tényleg picikévé aszalódott össze, aztán a szilvafa úgy gondolt, hogy neki a levél sem kell, azt is eldobálta, csak hogy életben maradjon. A természet fantasztikus dolgokra képes. Fantasztikus dolgokra képes, mert nem tudom, hogy a körtefa hogyan csinálta, de a körtetermés mindenhol a lehető legjobb volt. Első évben körtepálinkát fogunk főzni, jelentem, mert annyi körte volt, hogy képtelenség volt megenni, eltenni és hasznosítani, úgyhogy kipróbáljuk, hogy milyen a körtepálinka az átkerti kertünkből. A zöld paprika nagyon sok helyen egy helyben állt, nőtt 2 hónapig, vagy csak állt, és nem kötött, ha a virág meg is jelent, a termés csak sokkal-sokkal később jelent meg rajta. Úgy gondolom, hogy mindenki szembesülhetett most ebben az évben azzal, hogy hiába öntözzük a kertet, az öntözés, a locsolás csak arra jó, hogy a növények ne száradjanak ki, de termést nem, vagy alig tudnak hozni. Minden csak az eső megjövetele után indult el.
És érdekes azt is megfigyelni, érdekes volt megfigyelni, hogy a fák mennyire rosszul viselik a szárazságot. Elsős körben a nyírfák pusztultak ki, és ezt követték a hársfák, amire nem is gondoltunk volna. És hogy miniszter úr nagyon helyesen mondta, 40 éves cseresznyefák száradtak ki a zárt kertekben, tehát a cseresznyefa sem bírja a szárazságot úgy, ahogyan azt talán elképzeltük volna róla. De ennek ellenére miniszter úr megkérdezte, hogy hogyan lehetséges, hogy ilyen szép termények vannak itt felsorakoztatva. Hát úgy, hogy az én drága kerteseim tényleg varázslóak. Nem tudom, mit csináltak, de tényleg gyönyörű kerteket műveltek és gondoztak, és gyönyörű terméseket produkáltak, amit most itt meg is tudtunk tekinteni. És nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy ilyen gazdag kosarakkal, ládákkal érkezett a bemutatóra. A legszebb konyhakertek 2022. évi karcagi 36 indulónak a díjakat dr. Fazekas Sándor, Szepesi Tibor polgármester és Sári Kovács Szilvia adta át, és bejelentette, hogy 2022-ben Magyarország legszebb konyhakertje országos díjra jelölt karcagi kertek művelőit is, akik előreláthatóan 2002. november végén Gödöllőn megrendezendő ünnepségen vehetik át az elismeréseket és az ajándékot. A zsűri elnöke Lingné Oroszhajnalka volt, tagjai Fazekas Lajosné, Ferenciné Székely Erika, Sípos Gábor, Sári Kovács Szilvia és Szokai Szilvia voltak.